A fenntartható fejlődés zűrzavaros fogalmának értelmezése után ne csodálkozzunk azon, hogy a fenntartható életmódon nagyon sok mindent értenek azok, akik ezt a fogalmat használják. A legtöbben az energiatakarékosságot, a megújuló energiaféleségek alkalmazását, a szén kibocsátás csökkenését, az egyéni motorizált közlekedés helyett a tömegközlekedést, vagy az egészséges táplálkozást vélik a fenntartható életmód eszközeként. A fenntartható életmód technikai megközelítésének egyik élharcosa Schumacher volt, aki a Small is Beautiful című könyvében az alternatív energiaféleségekben, valamint az újrahasználatban és az újrahasznosításban látja a kiutat a fenntarthatatlanságból. Nyilvánvaló azonban, hogy a felsoroltak, bár fontos részcélok, de mindezek megvalósulása esetén is élhetünk fenntarthatatlan módon. A fenntartható életmód ezért sokkal komplexebb, és azt az életvitelt jelenti, amivel megvalósíthatjuk a fenntarthatóság alapfeltételeit, nevezetesen a megújulás mértékén használjuk környezetünket. Amennyiben egyetértünk az ökológiai lábnyom koncepciójával, úgy azt is mondhatjuk, hogy a fenntartható életmód ökológiai lábnyomunk csökkentését jelenti. Őszintén szóva, ez a gyakorlatban nem sokat mond. Ha egy magyar embert megkérdeznénk arról, hogy szerinte ő melyik jövedelemcsoportba tartozik a világ népességét ötödölő jövedelemcsoportok közül, akkor senki sem úgy véli, hogy mi az első 20%-ba vagyunk. Így azt sem gondolja, hogy fenntarthatatlan módon élünk. Ezért eszébe se jut, hogy szerényebben kellene élnie egyébként is általános viselkedés, hogy miért pont én, miért pont én, amikor nálam vannak sokkal jobban is élők, másrészt pedig oldják meg a problémákat mások. A helyzetet bonyolítja az is, hogy bár az emberek legnagyobb részének a fogyasztása nem haladja meg a környezeteltartó képességét, ők mégsem a tudatosság okán élnek a helyes mértéken, hanem azért, mert szegények. Ezért a meghatározásban ne feledjük el oda tenni, a tudatos szót az életvitel elé. Ebből a meghatározásból két feladat adódik a számunkra. És ebből csak az egyik a technikai feltételrendszer, amely a fenntartható életmódhoz kell. A másik a helyes tudatosság. Míg a technikai feltételrendszerhez a megfelelő ismeretek, környezetbarát technikák szükségesek, addig a tudatosság területe erkölcsi, etikai megfontolásokkal bővül ki. A technikai dimenzió mindenképpen az energiafelhasználás mennyiségével és összetevőivel áll összefüggésbe, hiszen minden emberi tevékenység energiafelhasználással és, mint láttuk, entrópia növekedéssel, azaz rendezetlenséggel jár. Eddigi fejezeteinkben többször hangsúlyoztuk ezért az összes energiafelhasználás csökkentésének a szükségességét. Beláthatjuk azonban, hogy mindennek a felismerése és megvalósítása az emberek viselkedésétől függ, az pedig az értékekre, erkölcsi normákra alapozott. A fejlődéshez vezető érvényes paradigma szerint az ember és a természet eszköze, erőforrása a gazdaság növekedés céljának, hiszen a növekedéstől várjuk azokat az anyagi forrásokat, amelyekkel majd megoldani szándékozunk társadalmi és környezeti gondjainkat. A fejlesztők és a fejlesztési programok az embert és a természetet erőforrásként, eszközként kezelik. Ennek súlyos erkölcsi üzenete van. A Földet, amely táplál bennünket, valamikor Föld anyaként tiszteltük. Anyaként, aki méhében ringatja magzatát, és köldögzsinóron keresztül a saját testéből táplálja, majd a születés után gondoskodik róla. Mennyivel másabb azt üzenni az embereknek, hogy a természet az éltető anyátok, mint az, hogy a természet erőforrás. Az anyaképe személytelenné degradálódik az erőforrás kifejezésben, megkönnyíti mindennapi választásainkat, amelyel egy személytelen lényt rabolunk ki lelkiismeret furdalás nélkül. Ez az üzenet nélkülözhetetlen a növekedési paradigma diadalához, a növekedés nem lehet holmi erkölcsi megfontolások áldozata. Így azután, mi emberek válunk áldozatául ennek a felfogásnak, hiszen a növekedés ideológiáján felnevelt társadalom már észre sem veszi ezt a személyét mélyen sértő állapotot. Gondolkodó, érző lényből eszközé erőforrássá silányították. A fejlesztési tervek humán erőforrásként beszélnek róla akit azért kell fejleszteni, hogy áldozni tudjon a növekedés istenének. Olyan messze kerültünk a természettől, hogy a számunkra nem más, mint kirándulás vagy film valamelyik tévécsatornáján. Nem látjuk, hogy mely földből származik a kenyér, mely tőke teremte a bort, nem ismerjük a földművest. Őket, akik fáradnak mindezért. Elveszett a közvetlen tapasztalás, szemételen ipari tárgy lett az étel, amelyet leemelünk az áruház polcairól, és amelyet, ha elfogyasztunk, eszünkben sem jut megköszönni földanyágnak. A tudományra és technikára támaszkodó anyagi jólétünk meg nem gondoljuk, hogy szükségünk van másokra, szükségünk van egy élhető közegre és környezetre. A fenntarthatóságot nem lehet technikai megközelítésben tárgyalni és megvalósítani. Hiába vannak megfelelő technikai eszközeink, ismereteink, vagy akár intézményeink, azok mindig az éppen domináns erkölcs szerint működnek. Azért, mert emberek működtetik őket. Az ember hozza létre és mozgatja az intézményrendszereket, a technikai eszközöket, használja az erőforrásokat, műveli a Földet osztja el a megtermelt javakat. Mindezek működésében és hatásaiban az ember nyilvánul meg. Jól csak akkor működhet a felépítménye, a jó az is, aki mozgatja. Talán nem szükségtelen idézni a dalai láma szerint, mi az emberiség hét halálos bűne. Gazdaság munkanélkül, élvezet lelkiismeret nélkül, tudás jellem nélkül, üzlet erkölcs nélkül, tudomány, emberség nélkül, vallás, áldozatvállalás nélkül, politika elftelenül. Az emberi természet összetett, hajlamosak lehetünk a jóra és a rosszra egyaránt. A gazdasági növekedésre épülő, jóléti életforma az önzést, a szerzést, a versengést állította középpontjába, mert úgy gondolta, hogy ez a nagyobb és jobb teljesítmények elérésének az állaga. Ám ebben a világban is emberek tömegei gyakorolják a gondoskodást, a javak megosztását, vágynak a békére és készek mások szeretetére és szolgálatára. Mindkét lehetőség bennünk van, csupán választás kérdése, hogy merre indulunk. Egyéni választásunk példa a közösség számára, a közösség választása pedig egyéni választásunk megerősítése vagy megnehezítése, hiszen kultúránk, intézményeink visszahatnak ránk. A fenntartható társadalom nem érdekek, hanem értékek mentén építkezik. Felismeri, hogy a jó erkölcs, a helyes értékválasztás, a társadalom legfőbb vagyona, a kölcsönös nagylelkűség, a személyes felelősség, a mérsékletesség olyan társadalmi vagyon, amely nélkül a társadalom érdekébe nem működtethető sem a tudás, sem a természeti, sem pedig a tőkejavak. Az emberi fejlődés útja, az önzés felől az együttműködésen át a globális felelősség vállalásáig terjed. Az egyén az én felől a mi, család, közösség, szomszédság felé halad, majd ezen túlmutatva megérkezik az emberhez, az élő földhöz, az egyetemességhez. Az önzésre épülő világ. Hiába sarkalja jó teljesítménye az egyéneket, ha kiüresíti a lelküket, ha megfoz bennünket értékeinktől és az együttműködés érzésének az örömétől. Az együttműködés, a szolgálat az emberi agy természetes kívánsága, hiszen a nagylelkűség gyakorlása működteti az agy örömérző központját. A gondoskodás nem csak más hasznára, hanem saját egészségünk, testi, lelki, érzelmi, szellemi létünk épülésére is szolgál nagyon sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy vajon mit tehetnék én személyesen a fenntarthatóságért. Ekkor a válaszadó hosszan belekez azoknak a technikai ismereteknek a sorolásába, amelyek mai, még meglehetősen szűkös ismerettárunkba feltalálhatók. Mielőtt azonban belekezdünk ebbe, jó lenne tisztába tenni saját szerepünket a fenntarthatatlanságban. A keleti filozófiák legtöbbje szerint az embernek három, mások szerint négy teste van. Ezek a fizikai, lelki, szellemi, érzelmi testeink. Akkor vagyunk egészek, egészségesek, ha ezek a testeink harmóniában vannak egymással. A harmónia megbomlása betegséget okoz. Sokak szerint fizikai testünk megbetegedése mögött mindig lelki okok állnak, és ennek kezelése nélkül csekély esélyünk van felgyógyulni testi betegségeinkből. Nyilván szellemi fejlettségünk is meghatározó fizikai, lelki egészségünk megélésében. Arra a kérdésre, hogy mit tehetek én a fenntarthatóságért, a legjobb válasz, ha megvalósítom belső harmóniámat. Ebben a belső harmóniában igénylem a környezetemtől a legkevesebb energiát. Ha testileg egészséges vagyok, nem kell a technikát vagy másokat segítségül hívnom, Nincs szükségem ezek energiájára, sőt, mivel egészséges vagyok, képes vagyok másokon segíteni. A világ megváltásához, tehát önmagunk megváltásán keresztül vezet az út. Minél több ember él harmóniába társadalmi és természeti környezetével, annál kiegyensúlyozottabb lesz létezésünk, hiszen maga a világ is lelki, szellemi és fizikai síkon szerveződik. Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra, nagy lelkű leszel, megbocsátó, jó szívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretett teljes világban élsz, amit te magad teremtettél, mondja Antoni Mölló. Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatába, mondja Gandhi. És egy magyar is idézek, Popper Pétert, aki zűrzavarban él, zűrzavarthoz létre környezetében. Akiben rend van, rendet teremt maga körül. Egyéni törekvéseinkhez, amelyel a belső harmóniát kívánjuk megvalósítani, és eljutni egy fenntartható életmódig, fontos, hogy környezetünkből megerősítést kapjunk. Társadalmi környezetünknek és a létező struktúráknak egyaránt meg kell erősíteniük azt az értékharmóniát, amely a fenntarthatósághoz szükséges. Térjünk vissza ahhoz a fejezethez, ahol a fenntarthatatlanság okát tárgyaltuk. Az okokat egy ok-okozati ok hálóban helyeztük el, és a jéghegy modellben ábrázoltuk. Kifejtettük azt is, hogy nem csak az ok határozza meg az okozatot, hanem az okozat is visszahat az okra. Ez segít megérteni, hogy vajon miért olyan nehéz magunkat, vagy éppen másokat a helyes értékekre nevelni. A környezeti nevelő mindent elkövet, hogy az oltámába vett közösséget a helyes értékekre, szemléletre vagy viselkedésekre nevelje. A fiatalok általában lelkesek és fogékonyak az újra. Ám amikor elhagyják a nevelés színhelyét, a való világban találják magukat, egy olyan közegben, ahol a tanult viselkedési minta megélésére nem alkalmas a környezet, sőt, azzal ellentétes értékeket sugároz. Nyilvánvaló, hogy kellenek példák, példaképek. Kell, hogy a család, a barátok, a bennünket körülvevő világ, az összes struktúra a helyes viselkedés sugározza. Van erre egy nagyon aranyos kis történet. Egyszer egy anya elvitte gyermekét Gandhihoz, és megkérte Gandit, mondd meg a gyermekemnek, hogy ne egyen cukrot. Gandhi gondolkodott egy ideig, majd azt mondta az anyának, hozd vissza a gyermekedet két hét múlva. Az anya csodálkozott, elvitte a gyerekét, két hét múlva visszahozta. Gandhi a gyerek szemébe nézett, és azt mondta neki: Ne egyél cukrot. Az anya csodálkozott most már még jobban, és megkérdezte Gandit: Hát miért nem mondtad meg ezt neki két héttel ezelőtt? Mert két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot, volt a válasz. A szerkezet tehát az intézmények és az értékek szintjére, és befolyásolja azokat. Nos, ha az ok-okozat, ok és okozat-ok ok, meghatározottság egyaránt működik, akkor honnan kezdjük a változtatást? Nyilván meg kell változtatni az értékek szintjét, például a nevelésen keresztül, de ez nagyon lassú folyamat, mert az értékek csak nagyon lassan változtathatók, és mint a fenti példából látjuk, részben hatástalan marad, ha a struktúrális környezet kioltja az eredményeket. Ha az okozat szintjéről kezdjük, akkor sem egyszerűbb a helyzet mert a kiépített szerkezet megváltoztatása is nagyon hosszú időt igényel. Például már részleteztük, hogy a foszilis erőforrások lecserélése megújulókra nem megy az egyik pillanatról a másikra. A legrövidebb idő alatt elvileg az intézményi szinten lehet változtatásokat eszközölni. Az intézményi szint változtatásának a nyilvánvaló nehézsége a politikai akarat hiánya. A politika a rövidtávú megoldásokban érdekelt, hiszen megítélésére a választói periódus négy éve áll rendelkezésre, és ez alatt kell eredményeket felmutatnia. Így bármennyire is sajátos és sajnálatos, a politika nem fogja a fenntarthatóság hosszú távú céljait választani egy olyan társadalomba, amely nem követeli ki a politikától az ilyen értelmű döntéshozást. Két példát szeretnék önöknek hozni, hogy megértsük, hogy miért fontos, és talán miért a leggyorsabb az, Hogyha a változtatásokat az intézmények felől kezdjük el. Az egyik példa az az egészségünk kérdése. Sokan mondják azt talán igazan, talán igaztalanul, hogy ma nem egészségügyről, hanem betegségügyről beszélünk. Hogy ezt megértsük, hogy a mai rendszernek mi az érdekeltségi viszonya, és miért beszélünk egyáltalán a betegségügyről, Szeretném ezt összehasonlítani a Konfucius idejében működött társadalombiztosítási rendszerrel. Körülbelül 2500 év távlatairól beszélünk. Ebben az időben Kínában a társadalombiztosítás úgy működött, hogy az egészséges ember elment egy gyógyító emberhez, és vele szerződés kötött. A szerződés tartalma arról szólt, hogy az egészséges embert a gyógyító ember Megőrzi az egészség állapotába. És mindaddig, amíg az egészséges embernek az egészsége fennmaradt, az egészséges ember fizette a gyógyító embert. Ám ha megbetegedett, a gyógyító fizette a megbetegedett embert. Milyenek az üzenete? Hát az, hogy itt megvalósul a betegség megelőzése, hiszen az érdekeltségi viszony a gyógyító ember és az egészséges ember között, Tulajdonképpen egybeesik. Mert hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy az egészség állapotában megmaradjon, és az az érdeke, hogy a betegsége állapotát elkerülje. Ma viszont hát, sajnos az érdekeltségi viszonyok, és a legfőbb érték, az anyagi érték, megköveteli szinte azt, hogy betegségügy legyen. A másik példa a, a pénz. Ugye az a pénz, amit már a fenntarthatatlanság okai között kárhoztattam éppen eleget erre is van megoldás. Ugye ott én a kamatos pénznek a nagyon furcsa dolgairól beszéltem, hogyan rétegzi át a társadalomba jövedelmeket, hogyan kényszerít a növekedésre, és ezáltal hogyan hozza létre a környezeti problémákat. Silvio Gezel, a svájci német argentin közgazdász, 1916-ban írt egy könyvet. Ennek a könyvnek az volt a címe, hogy a természetes és gazdasági rend. Ő ebbe javasolt, a kamatos pénzzel szemben egy más eszközt, egy más intézményt, amit ő szabad pénznek nevezett el. Hogy megértsük ennek, a, ennek az intézményrendszernek, ennek a szabad pénznek a működését, a Wörgli kísérletről szeretnék néhány szót szólni, amelyet a nagy gazdasági válság idején, tehát 1932 és 33 ban valósítottak meg ebbe a kis felső-ausztriai városba. Ugye a Gezer elképzelése az volt, hogy a pénzt ugyanolyan romlandóvá kell tenni, mint amilyen az áru. És ezért azt mondta, hogy a pénz ne pozitív kamattal lássuk el, hanem negatívval. Ez a gyakorlatban ebben a kísérletben úgy működött, hogy ugye a shilling volt a fizető eszköz, mondjuk ezer shillinget betettek a bankba fedezetként, és kibocsátottak egy papírt, amit akkor úgy hívtak, hogy munkabizonylat. Ha valaki ezt megfordította, 12 rublika volt a hátán, és amikor ez a pénz hóvégén lejárt, mert hogy minden hóvégén lejárt, akkor be kellett menni az önkormányzathoz, és a névérték 1%-a értékében egy bélyeget kellett venni, és le kellett bélyegeztetni. Mi lett ennek a következménye? Hát az egyik az, hogy mindenki igyekezett minél gyorsabban megszabadulni a pénztől. Vagyis a pénz betöltötte azt a valódi funkcióját, hogy az egy csereeszköz. Tehát senki nem tartotta vissza a pénzt, hanem minél gyorsabban elkezdett ez a pénz forogni. Viszont volt ennél egy másik nagyon-nagyon lényeges tulajdonsága, hogy ugye addig, amíg a pozitív kamat az a magánhasznokat gyarapítja, tehát valakinek a zsebébe kerül, még talán emlékszünk rá Krajcnak a példájából, hogy hogyan rétegződik át a jövedelem, a munkával szerzett jövedelem, a pénzzel szerzett jövedelemnek az irányába. Nos, ez küszöböli ki, hiszen itt a negatív kamat, mint egy adó, az önkormányzat, vagyis a közösségnek a tulajdonává válik. És ebben a nagy gazdasági világválságban ez a felső eusztélyi kisváros képes volt kezelni a munkanélküliséget, fellendítette a helyi gazdaságot, Természetesen a történetnek, mint más ilyen szabadpénzkísérleteknek sem lett jó vége, ezt másfél év után tiltotta be a jegybank. A fenntartható életmódot tehát nem lehet csak az oktatáson vagy csak a jó mintázatokon keresztül megvalósítani, egyszerre minden irányból változtatásokra van szükség. Meg kell változtatni az intézményrendszereket, hogy azok helyes szerkezetet határozzanak meg. Majd ezek együttesen megerősítsék azokat az értékeket, amelyeket a nevelés közvetít a társadalom számára. Minden változtatásnál, az értékek kialakításánál, a szerkezetek és az intézmények átalakításánál is figyelembe kell venni azonban azt, hogy az ember és az emberek önmérséklete nélkül nincs fenntarthatóság.